A kapospulai családi napon számtalan program várta a kilátogatókat. Idén is kiosztásra kerültek a jó tanuló, jó sportoló díjak. Minden évben megkérdik ezt a lehetőséget, hogy jó tanuló, jó sportoló díjra lehet jelentkezni, és minden évben megragadjunk, mert én is sportolok, úszó vagyok, illetve az Egyesült Államokban tanulok, én már harmadik éve, és megpályáztam, és megnyertem. Ma is én is az nyerők között voltam. A mi utcánkban nagyon... mindig ilyenkor jó a hangulat, a családok összegyűlnek, néha sütögetünk. Azt hiszem pár évvel ezelőtt az én családom is indult a főzőversenybe, de idén sajnos nem jött össze. A település fontosnak tartja, hogy támogassa a jó tanulókat és a kiemelkedő sportolókat. Hagyományos családi nap vagy falunapot tartunk ma. Ez hát nagyjából ennek van egy állandó programja, a jó tanuló, jó sportoló díjaknak a odaadása. Idén is nagyon sok fiatal volt, aki megütötte a mércét. Ez általános iskolában 4,5-ös tanulmányi eredmény, és középiskolába is, egyetemen pedig 4-es. Úgyhogy itt közel 40 gyerek, aki oklevelet és pénzdíjazásba részesült, és természetesen ezen kívül hát próbálunk színes programokat összeállítani. Szeretnénk minden zenei műfaj után érdeklődőnek színes műsorokat, tehát szeretnénk magyar nótát, táncdalokat, kis operettet, és persze megfelelő vidámságot biztosítani. Teret biztosítunk ilyenkor a helyi meg a környékbeli vállalkozóknak, hogy itt bemutassák portékájaikat. Itt látom, vannak különböző lekvárok, mézek, aztán van itt mexikói ételekkel egy árus igazából, úgyhogy hogy minél színesebb legyen. Kürtös kalács biztos, hogy lesz. Hát a falunak a szokásos dolgait szeretnénk bemutatni. Délelőtt volt a gyereknapi program, itt volt egy zenebohóc, sok gyerek volt, nagyon jól érezték magukat, aztán volt egy rovargyűjteményt tudtak megnézni a gyerekek, nagyon élvezték azt is, lovaglási lehetőség volt, és itt most délután ingyenesen itt 5 ilyen játszóeszközt ingyen használhatnak a gyerekek egész este sötétedésig, és szórakozhatnak. A főzőverseny igazi megmérettetésnek számít a kapospulaiak körében. A nevezés ingyenes volt, a szükséges alapanyagokat pedig biztosították a csapatok számára. 4 csapat nevezett, lesz egy őszpörkölt, amit a gazdavadásztársaság csapata főz, lesz egy vegyes pörkölt, amit a hivatali dolgozók csapata, aztán a közmunkások csapata külön szintén egy vegyes pörköltet főz, és itt mellettünk pedig halászlé fog rotyogni. Első alkalommal vannak itt a főzésen, vagy rendszeres látogatók? Körülbelül 20. És minden évben őszpörkölt a menő? Nem, eddig mindig vaddisznó volt. Most ez az első, hogy őz lesz. Vaddisznó mennyire volt nyerő az embereknek? Szeretik? Mindegy, csak vadhús legyen. Volt szarvas is, vaddisznó is, most ősz. Kapospula ismert vízmente néptánc csoportjáról is, akik a térség számos településén felléptek már. Most az a szerencsétlen helyzet adódott, hogy én vagyok az egyetlen kapospulai a tánccsoportban. Dombováról vannak többen, meg az ország több részéről, most már van, aki innen elköltözött, de szerencsére még visszajár. 2000 óta létezünk ezen a néven, egy kapospulai vízmente néptánccsoport. Hát akkor még nagyon-nagyon sokan voltunk, csak közben ugye mindenki felnőtt, éli az életét, és hát sokan lemorzsolódtak. Azóta rengeteg fellépésünk van, minden nyáron folyamatosan járjuk a falunapokat, rendezvényeket. Szerencsére itt a környékben nagyon szeretnek minket, nagyon sok helyre hívnak, és hát van már egy kialakult repertoárunk, amit már a legkisebb táncostól a legöregebbig mindenki szívesen táncol. A kapospulai családi napon korosztálytól függetlenül mindenki megtalálhatta a számára érdekes programot.